reakciót. Ugye eddig a Balkán múltjáról volt szó, most pedig inkább a jelenről fogunk beszélni, hogy mi is van itt a mi szomszédságunkban. Közhely, amikor azt mondjuk, hogy a Balkán egy puskaporos hordó, és hát kérdezem is itt a beszélgető partnereket mellettem, ez Bíró Zoltán, ő mellette Juhász tanár úr, illetve Debütán Tarik, aki újságíró kollega szintén. Szóval akkor a beszélgető partnereimtől össze, és azt kérdezem, hogy a Balkán, mint régió, mennyire fontos ma, 2018-ban? Juhász tanár úr? Szerintem nekik fontos, de amennyien intenzitást mutat ma az Európai Unió arra, ugye be van ígérve, hogy bővítés, meg micsoda, az azt mutatja, hogy nem annyira fontosnak. Tehát nem okoz annyi problémát, mint 91-től mondjuk 2008-ig, ez már nagyon jó most, tehát ha onnan nézve. Hát és ez most nagyon balkanistának hangzott, hát a dolog a megjegyzés. Tehát nézzük, igazából ha most megnézik az Európai Unió, vagy az Egyesült Államok szemszögéből, hogy mit nyerhetnek a térségtől túl azon, hogy nem okoz problémát, hát akkor azt mondhatnánk, hogy nagyon keveset, tehát mint befektetési terület, kereskedelmi partner, most különösen a Nyugat-Balkánra gondolom, hogy kicsit nyilván meg kell pontosítani, hogy mire gondolunk, valószínűleg ez a aktualitás rész, ugye nem annyira Romániáról szólnak Horvátországban, tulajdonképpen is szűkebben, tehát Nyugat-Balkánról felteszem. Én most mondjuk őre gondoltam. És az az igazság, hogy azt a nagyon keveset, amit mint tőkebefektetési célpontnak kereskedelmi partner fontos az EU számára, azt megkapják már most is. Az a társulási egyezmény meg ilyesmi tökéletesen elég mérte fölvenni az őket. Más országoknak szerintem egy kicsit talán fontosabb, bár erre vannak tőlem konkrétesebb, csak nyilván egy orosz, kínai, török szemmel nézzük. De szerintem hát ez is mérsékelt, mert annyira nincs jó állapotban a térség. Ugródeszkának tudják meg csak akkor jó, hogyha már nem van az EU-ban vagy a NATO-ban. Tehát most nem biztos, hogy Zoltán egyet fog érteni vele. De szerintem a Moszkva az nem egy gettó Szerbiában érdekelt, és egy olyan szövetséget szeretne magának, hanem egy olyan Szerbiát, amely az unión belül legalább annyira mellette szavaz, mint a mostani magyar kormány. Erre ugye Szerbia azért még nem alkalmas. Tehát nyilván különböző okoknál fogva Kína számára is ez egy út, talán Törökország számára is okoknál fogva, tehát van egy bizonyos érdeklődés, de szerintem ez is mérsékelt. A térség problémája, az egyik problémája most, ilyen szempontból inkább az, hogy senkinek nem kellene. Kicsit nem feledkeztek róla? Egyrészt azért aztán senki nem is fektett beléjük, hogy semmit, se politikai támogatás, se semmi. Nézzük, hogy nem ropognak a fegyverek, addig jó van, oda se figyelnek aztán? Hát nyilván ez is mondta, hogy a probléma keltő képességük úgymond pacifikálva van. De nézzék meg ezt a körülmacetot. Most talán megoldódik, tegyük úgy, de na most ha olyan fontos lett volna, mondjuk az EU-nak vagy az Egyesült Államoknak, nehogy már ne lehessen Görögországra elfogadtatni egy értelmes kompromisszumot, ne lehetett volna elfogadtatni egy értelmes kompromisszumot 15 évvel ezelőtt, ahogy csak közvetítgettek, stb. Most talán megoldódik, de ez megint ugye egy jelzés arra, hogy mit jelent a térség. Hogy nekik mit jelent, mert abból indulunk, hogy mennyire fontos, mennyire rá vannak utalva a külvilágra, ez igaz. De tudják, csak 10 év alatt a vendégmunkások körülbelül annyi pénzt utalnak haza, mint amennyit a 90-es évek elejétől mostanáig a nyugat, a térségbe belefektetett. Ebben már benne van az is, amit saját magára költött a nyugat, tehát az ott lévő katonák fizetésében hasonlókat nézzük. Tehát ez egy mérsékelt szerelem a külvilág és közöttünk első körben. Hát részben egyetértve azzal, amit Juhász Józsi említett,
De hát, hogyha van ország, amelyik számára az utóbbi években fölértékelődött a Balkán, akkor kicsitben Oroszország ezek közé tartozik. De nem abban az értelemben gondolom ezt a felértékelődést, hogy valamiféle konstruktív, politikailag és gazdaságilag pozitív kifejletet látna benne, rövid vagy középtávon, hanem abban az általános destruktív stratégiában, amit az ukrajnai válság óta Oroszország követ, és úgy látja, hogy a Balkánon vannak olyan szereplők, amelyek esetében lehet, hogy elvileg persze az jó lenne, hogyha újabb és újabb trójai falóak lennének az Európai Unión belül, de addig is ezt a folyamatot érdemes lassítani, vagy megkísérelni annak blokkolását. És hát a közelmúltban azért látunk nem egy gyakorlati példát arra, hogy hogyan kísérli meg Moszkva lassítani ezt a folyamatot. Ebből talán a leglátványosabb ugye 2016. októberre volt az emlékezetes montenegrói pucskísérlet, amikor a nyugatos kormányzattal szemben különböző extremista erőket, benne szerb nacionalistákat, szerb farkasokat mozgósítva, montenegrói nacionalistákat és orosz titkosszolgálati embereket, ami egyébként nem sajtóhír volt csupán, hanem 2016. novemberétől a montenegrói főügyészségnek a hivatalos álláspontja, beazonosítják azt a két GRU tisztet, aki ennek a történetnek a szervezője és irányítója, nemzetközi elfogadó parancsot adtak ki ellenük, sőt ezek közül az egyikről az is bizonyosságot nyer, hogy nem sokkal korábban hasonló műveletek részese volt Moldovában. Tehát vagy például a szeptember végét macedóniai népszavazás ügyében, hogy milyen sokrétűen és sokféle módon próbálta arra biztatni és késztetni a macedónokat, hogy bojkottálják a részvételt. Tehát azt gondolom, hogy 2014 után a Balkán egyes országai abból a szempontból mindenképpen fontossá váltak Oroszország számára, hogy ennek a destruktív stratégiának egy érvényesülési területévé válhat. De nem akarok visszaérni az önök türelmével, csak tényleg ilyen jegyzet vagy vázlatszerűen azért arra azért emlékeztetnék, hogy az elmúlt 30 évben Oroszország politikája a Balkán, tehát azt Nyugat- és Kelet-Balkán egyaránt most idevéve, miután a térség is, és Oroszország is, illetve a késői Szovjetunió is hihetetlen turbulencián megy keresztül, hihetetlen változatos. Ha onnan indulok el 88-ból, tehát a késői Gorbacsovi korszakról, a késői szovjet korszakról, ott ugye nem csak Jugoszlávia szempontjából volt fontos, hanem az egész köztes Európa, a szatellit államok, a volt szocialista országok, tehát Magyarország szempontjából is hihetetlenül fontos volt ez a 88 márciusi Gorbacsovi látogatás Jugoszláviában, hogy több napig tartott és hosszú-hosszú idő után legfelső szintű kapcsolatfelvételt jelentett Belgrád és Moszkva között. És azért volt fontos túl ezen, ami, túl azon, hogy hosszú szünet után próbálták a korábbi mondjuk hideg vagy tartózkodó magatartást egy normális kerékvágásba terelni. Hát ennek a látogatásnak a részeként jelent meg március közepén a Dubrovniki nyilatkozat, amikor az SKP és a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége egy olyan közös nyilatkozatot ad ki, amiben lényegében nyilvánosan először függeszti fel a Brezsnyev doktrína érvényességét Moszkva. Itt mondja ki először ugyanis ez a dokumentum, hogy minden egyes kommunista és munkáspártot megillet az a szabadság és szuverénitás, hogy ország a politikai és társadalmi fejlődésének irányát maga határozza meg. Tehát ez a Brezsnyev doktrína felfüggesztése, nyilvános felfüggesztésének története szempontjából ez kulcsjelentőségű. Fontos, hogy a 80-as évek végén, vagy egészen pontosan ugye 91-ben, a 91-es évet ha nézzük, ez ugye a Szovjetunió utolsó éve, próbál a Szovjetunió augusztusban, októberben, fontos szereplők, jugoszláviai szereplők látogatnak el Moszkvába, közvetíteni abban a felbomlási folyamatban, vagy lassítani ezt a felbomlási folyamatot. Tehát abban volt érdekelt, hogy a szövetségi állam fennmaradjon, csak a probléma az volt, hogy augusztustól maga a szovjet államkeret is lecseg ropog. Tehát nagyon érdekes, hogy párhuzamosan zajlik a jugoszláv felbomlás, a szovjet felbomlás. Szerencsére az a Szovjetunió, amely a világ 49%-át a nukleáris arzenálnak akkor még kontrollálja, nem egy apokaliptikus forgatókönyvben bomlik szét. De itt nagyon fontos, hogy itt egy párhuzamos folyamatról van szó. Megint más látunk a 90-es évek elején, amikor is
Ugye a szakítás a késői szovjet korszakkal szemben, ugye a jelcini Oroszországnál, a délszláv térséggel kapcsolatos és általában Kelet-Közép-Európával kapcsolatos politika változását is jelenti, hogyha Gorbacsov abban volt érdekelt, hogy a jugoszláv szövetségi állam fönnmaradjon, akkor a jelcini Oroszország, a függetlenné vált Oroszország viszont abban volt érdekelt, hogy első között egyébként az Egyesült Államokat is megelőzve februárban elismerje Szlovénia és Horvátország függetlenségét, áprilisban pedig Bosznia és Hercegovina függetlenségét. De jellemző módon a 90-es évek elején egészen a Vance-Owen tervig Oroszország látványosan távol marad a Balkántól, nem akar ebbe a történetbe involválódni, hogy egy pillanatig megkeltse azt a benyomást, hogy a Brezsnyev doktrina érvényességét valamilyen formában ismét visszaállítaná. És aztán, amikor a Vance-Owen terv kapcsán bevonják ebbe a rendezési folyamatba, akkor hosszú időn keresztül, hát teljes egészében párhuzamosan halad a nyugati magatartása. Direkt megnéztem a BT döntéseket, Balkánra vonatkozó döntéseket, 92-ben 25, 93-ban 26, vagy 94-ben már csak 4 alkalommal, 95-ben 9 alkalommal, 96-ban megint 4 alkalommal együtt szavaznak. Ez egyébként mutatja, hogy magában 94-ben az orosz külpolitikai orientációban is változás történik. De az elején a történetnek teljesen együtt haladnak. Még egy dolgot a 90-es évekből hadd említsek, meg nem akarok visszaadni a türelmüket, de talán fontos, hogy érzékeltetni tudjam, hogy nagyon változatos ez a magatartás a térség tekintetében. Ugye 97-ben az évtizedben rendkívül befolyásos kül- és védelmi politikai tanács kiad egy dokumentumot Kelet-Közép-Európa és Oroszország érdekei. Ez az első dokumentum, ez 97. februárjában jelenik meg, amelyik túl a nyeteken, tehát hogy ne legyenek a térség államai a NATO tagjai, az első olyan dokumentum, amelyik ezen túl is valami érdemi üzenetet tartalmaz a volt szocialista országok felé. Most ennek a dokumentumnak van egy nagyon érdekes balkáni vonatkozása. Azt mondja, hogy a visegrádi szubrégió államai valószínűleg politikailag sokkal nehezebb partnernek bizonyulnak, sokkal nehezebb lesz ezeken az országokban gazdasági pozíciókhoz jutni, de belátható időn belül, de legkésőbb 2004-2005-re, hihetetlen pontosan mérték föl, ezek az államok az Európai Unió tagjai lesznek. Tehát orosz érdek, hogy az orosz magántőke, aminek akkor még különös jelentőséget tulajdonítottak, addig, amíg Európai Uniós tagok nem lesznek, megkapaszkodjon ezekben az államokban. Ezzel szemben a Balkán államaiban valószínűleg a politikai jóindulat sokkal nagyobb, de a Balkán gazdaság és politikai jelentősége jóval kisebb és jelentéktelenebb, mint a visegrádi csoporté. Következésképpen a józan és körültekintő orosz külpolitika figyelmét elsősorban a visegrádiakra koncentrálni. És hát mehetnénk tovább, de nem akarom elvenni mindenkitől az időt, csak érzékeltetni akartam, hogy akárcsak a 90-es éveket nézzük, de majd ha nézzük a putyini korszakot is, hihetetlen turbulenciával változnak a körülmények, a helyzetek, a célok, az orosz eszközök, ahogy megjelenik ebben a térségben, és nem csak a volt Jugoszláviára vonatkozik ez, hanem Görögország tekintetében, ami Bulgária tekintetében. Ugye a hagyományosan jó viszony például, ugye Moszkva, Montenegro között, Moszkva, Belgrád között, tehát ez folyamatosan ott van, szerepet játszik, kézzel fogható, tehát hogy ez gyakorlatilag a mai napig is. Hát igen, de hát azzal a kis fontos kitérővel, hogy Montenegro ugye elköteleződik a NATO irányába, és a 2016. október 16-a választáson azok a csoportok nyernek, amelyek ezt a folyamatot aztán végig is viszik. És Oroszország nyilván abban érdekelt, hogy ne segítse, és semmilyen formában ne passzívan szemléli azt, hogy a keleti politikai, katonai, gazdasági integrációs szervezetek egyre inkább keletre hatoljanak, legyen az akár délkeleti irány, akár más hozzájuk közeledő irány. Nyilván érdekeltek abban, hogy ezt a folyamatot lassítsák, és meggyőződésem, hogyha 2014-ben a Krim annexiójával nem vált volna olyan feszülté a Nyugat és Oroszország kapcsolata, akkor az eszközök is mások lettek volna, amit Balkánon megenged magának Oroszország. Nyilván sokkal körültekintőbb, sokkal rafináltabb, sokkal, hogy is mondjam, szikészerűbben avatkoztak volna be. Kevés volt a politikai vesztenivaló, tehát a hazárdírozás annak arányában nő, ahogy egyre kevesebb a politikai vesztenivaló. Törökország
szinte egy nagyon fontos szereplő ennek a térségnek, elég csak mondjuk Bosznia-Hercegovinára gondolni, ugye mondjuk szerbiai fórumokat nézve nagyon sokszor a bosnyákok szemére vették, hogy hát ti kis Törökország vagytok. Valóban ennyire fontos szereplője Törökország a bosnyák belügyeknek? Nem látod. Igen, de visszatérnék az előző kérdésre, hogy Balkán mennyire fontos. A látszat csak a Balkán nagyon fontos. Tehát jelenleg a világ konfliktus területi között Balkán nem szerepel, valói háttérben van, de ne hagyjuk magunkat félrevezetni, ezek tényleg ez egy puskaporos hordó. Történelem folyamán is úgy volt, nagyon sokszor 18. 19. században, 20. században Balkán volt az a terület, ahol nagyhatalmak, európai nagyhatalmak és ázsiai nagyhatalmak, Oroszországot is úgy helyezünk, összeütközési területe volt. Na most, és ezen túl is az lesz. Tehát Balkán, ha nem európai zálódik, akkor Európa lesz balkanizálva. Ez annyira fontos, miért mondom ezt? Azért, mert hogy jelenleg, visszatérve most a második kérdésre, Törökország számára Balkán egyre inkább fontos területté válik, azért, mert hogy a elmúlt 15 évben, elmúlt 20 évben Törökországban láthatólag egy paradigmaváltás zajlott, amelynek lényege az, hogy a jelenlegi török állam már nyíltan próbál visszatérni oszmán hagyományokra, nem mint államrend, hanem inkább ilyen kulturális, vallási hagyományokat éltetve és megkeresve azokat a területeket, ahol régen birodalom háttere volt, vagy birodalmat éltető területek kint léteztek. Tehát jelenleg a szemben Török Köztársaság, Atatürki elvéhez jelenleg török államnak az a hivatalos a politikája, tehát a kifele nyitott és terjeszkedő gazdasági, kulturális és politikai hatalmat építő politika, aminek nem titkolt célja nyilvánvalóan regionális nagyhatalommá válni. Bocsánat, van ehhez Törökországnak elég pénze? Hiszen ugye az elmúlt időszakban pont azt láttuk, hogy a török gazdaság hát kicsit megrogyott, és hát ugye ha politikáról, kultúráról beszélünk, hogy annak a terjesztése, ez óvatatlanul kell pénz, tehát a befolyás pénz nélkül nehezen képzelhető. Úgy tűnik van. Tehát elmúlt mondjuk egy-két év alatt, egy év alatt negatív jelenségek nyilvánvalóan nagyon szembeöltőek, török gazdasági csoda megtorpant, de ez se tévesztene senkit, Törökország erre fog találni forrásokat, erről nem fog lemondani. Másról igen, de erről nem. Na most ezt a balkáni kérdést nem szabad önmagában értelmezni, elemezni. A Törökország a Balkánnak a első számú játékosa. Ez két oknál fogva így van. Egyrészt Törökországban paradigmaváltás miatt Balkán első számú terjeszkedési területté vált. A másodszor pedig a Törökország és Európai Unió közötti kapcsolatoknak a jelenlegi stádiuma, ahol áll éppen, vagy ahol tárt. Na most, hogyha ez az 50 éves, közel 50 éves törökországi kaland Európai Unióval integrálódás mondjuk pozitív eredménnyel zárult volna, akkor a kérdés másképpen kell értelmezni természetesen, de viszont egyre inkább úgy tűnik, hogy Törökország kiszorul ebből a játékból, nem csak Európai Uniós törökvések miatt, hanem törökországi fejlemények miatt is. Törökországban is egyre kevésebben hisznek benne Európai Uniónak a sikerében, és ezt nem tartják pótolhatatlannak. Tehát, ha Törökország kiszorul Európai Unióból, akkor még jobban és még erősebben lesz jelen Törökország Balkán országokban, hiszen opér 7 millió közel muszlim, ami nyilvánvalóan a
Törökország szemében Ankara lesz egyik mérvadó hatalom, és a Törökország lesz az az ország, amely ezeknek a muszlimoknak a jogait valamilyen szinten védi és próbál integrálni. És a más rész pedig a nyugat-európai muszlimok és a törökök is ott lesznek Ankara kezében, mint olyan tényező, amivel Európai Unió belső dolgaiba beleszólhat, bele is fog szólni. Tehát egy nyugat-balkán, egy EU-tag nyugat-balkán, az Törökország érdeke, jót tesz az neki az érdekszférájában, hogy ez benne van, vagy pedig inkább abban érdekelt, hogy inkább nem minden állam csatlakozzon az Európai Unióhoz, inkább a megosztottságban érdekelt, mint mondjuk, hogy Oroszország is inkább erre játszik. Én úgy gondolom, érdeke lenne Ankarának, hogy egy stabil egy Balkán, ahol Törökország is jelen van. Tehát a Törökország Európai Unióban is jelen szeret lenni, ha annak ellenére, hogy kiszorul, akkor is olyan intézményekkel, gazdasági kapcsolatokkal, etnikai és a vallási tényezőkkel próbál épülni, beépülni. Tehát a jelenlegi török államnak két komoly, nagyon komoly fegyvere van a kezében, egyik a Diyanet, ami a vallási ügyeket integrál, és ami régen miniszterelnökséghez tartozott, jelenleg elnöki intézményrendszeren belül nagyon fontos tényező, ami ugye a Diyanet azt jelenti, hogy állami hivatal, állami vallási ügyeket rendezi és szervezi. Tehát iszlám vallásban Törökországban mint egyház, mint olyan intézmény nem létezik. Helyette van egy állami intézmény, ami vallási ügyeket szervezi és rendezi. Ez az intézmény nagyon erős, tehát a több erősebb és több költségvetéssel gazdálkodik, mint mondjuk oktatásügy. Tehát a Diyanet külföldön, Nyugat-Európában is szervezi vallási ügyeket, és a törököknek a vallási ügyei intézmény hátterét is ez az intézmény, tehát a Diyanet szervezi. Másrészt pedig van egy TIKA nevezető valami, ami az is szintén török elnökséghez tartozik, amelynek a feladata török történelmi, vallási, kulturális hagyományokat éltetni. Mondjuk TIKA egyik Magyarországon is jelen van, tehát mondjuk a szigetvári, mohácsi, budapesti török fürdők renoválásában TIKA költségvetéseket biztosít. Tehát a kulturálisan a török hagyományokat, oszmán hagyományokat ápoló szervezethez. Tehát ezekkel a szervezetekkel török állam Európai Unión belül is jelen szeretne lenni, Európai Uniós tagállamokban is. Tehát ilyen értelemben Törökország érdeke az, hogy mondjuk a Törökország nem is lesz Európai Uniói tag, legyenek olyan Európai Uniós államok, stabil államok, ahol török hatalom, illetve török befolyás erősen jelen van. Ha már a Balkán stabilitása szóba került, Juhász Tanár úr, hogyan látja, Szerbia és Koszovó. Ugye mindenki a volt Jugoszlávia térségi, volt Jugoszláv tagköztársaságok közül az Európai Unióba tart, vagy már otthon. Ugye Albánia is szeretne oda bekerülni, és hát azt lehet mondani kicsit slendriánul fogalmazva, hogy talán a legneccesebb Szerbia és Koszovó kérdése, hiszen egymást még el se ismerték. Mindenképpen az. Fél mondatot szabad visszakanyarodnom az előző körhöz. Igazatok van, csak tényleg intimitét által gyakorolnom. Tehát a 2014-től ugye megromlott a ukrán vásárlás, főleg az orosz-nyugati viszony, onnantól kezdve tényleg megvan az a destruktivitás. Tehát ártani a nyugatbarát kormányoknak, nyugati törekvéseknek csendesebben, de valószínűleg ez az a török-EU viszony miatt szintén megjelenik. Úgyhogy igen. Ennek ellenére ugye én mindig nem tartok itt, legalábbis ugye a nagyon gyors sikerétől az orosz vagy a ennyire nem, de egy kicsit a korábbiakhoz talán ellentmondásosabb török politika sikerének. Ez is azért kétféltel. Most tudjuk persze, hogy a nagyobb játékosok a nagyhatalmak ebben a kérdésben. De azért
az, hogy, hogy mondjuk egy erős orosz befolyás török stb. Legyen, az, az is kell, hogy ez jó, legyen valaki, aki beáll a sorba. És megnézik, szerintem ezek az országok tudják, hogy egyrészt a pénz maga hatalom, az továbbra is inkább Brüsszelben meg Washingtonban van. Moszkvában is van, de annyit nem orosz költ rájuk, hogy érdemes legyen igazából átállni. Tehát látjuk ezt a, ezt a hintázást mondjuk Belgrád részéről, meg a fenyegetést, hogy hát ha Brüsszel nem, akkor van nekünk egy másik hátországunk is. Sőt, még egy lassan Kína is. De ugye igazából szerintem a száz évekre visszanyúló hintapolitikának a folytatódása nem jelenti azt, hogy hát az a nagy kérdés, ilyen szakokból, hogy készen, ugye egy Oroszország, Törökország, Kína, bárki annyi pénzt belefettek ezek az országokba, hogy ezek úgy gondolják, hogy megérni nekik átállni. Ettől a határtól szerintem nagyon-nagyon messze vagyunk. Illetve azt is mondtam, hogy szerintem az Egyesült Államoknak, hogy az Európai Uniónak akkor nagyobb lesz az akarata, hogy ezt a lépést meg kell hozni. És mondom, hogy igazából persze inkább az orosz akaraton múlik, hogy mekkora a jelenlét a térségben, de ha de kell ehhez a partnerség is, és én ezt, ennek a radikális megváltozását nem látom, de nem tudjuk, hogy mi történik holnap. Ugye ma nézzük meg egy olyan ekteseseg fióka, ugye, mint a Alekszandr Vucic. Többet tett Szerbia európai zárásáért, mint előtte a Boris Tavics, tehát gyindicset leszámítva mindenki. De ezt abban a hitben teszi, ugye, hogy semmi értelme Szerbiát mondjuk az EU-n kívül tartani, mikor mindenki ott van, meg oda akar menni, azon, hogy csak rosszul járnak, ha mindenki vetőző, ő kimarad, Szerbia kimarad. Igen, de ha de ő nem európai politikus, vagy európai politikus, hanem pragmatikus nacionalista. És ha azt fogja látni, hogy az a kapu véglegyben van zárva, akkor lehet, hogy hátat fordít. De szerintem most még nem több egy lehetőségnél, mert még igazából itt szerintem nem tartunk. Viszont nagyon nagy kérdéshez. Ez ma tényleg ez a neuralgikus kérdés. Szerintem Szerbiának, ha tényleg akar uniós tag lenni, el fog kellene ismerni Koszovót. Nagyon egyszerű oka van. Nyilván ugye a konszenzusos döntéshozatal miatt a Szerbia így vennék fel a Unióba, akkor utána Szerbia addig akadályozhatná Koszovó meg Albánia integrációt, ameddig akarja, hogyha nem ismered. Ezt a kérdést előtte rendezni fogják, és nyilván még nem teszik fel nekik ezt a kérdést. Ott majd a 35 fejezetben, amikor a 34-hez érnek, 2020-ban valamikor, akkor azt mondják, hogy ezt el kell dönteni. Addig szerintem ez egy probléma, sokszor látjuk a politikai gyilkosságok a közelmúltban. Vucic beutazhat, nem utazhat, mert van egy viszont már csendesen, de folyamatosan itt szó konfliktus, ami azért nem áll messze attól, hogy belobbanjon. De ma én nem látok erre egyik értet, se koszovói, se szerb kormányzati oldalról erre a belobbantására akaratot, és ugye ez nagyon fontos. És azért azt mondom, hogy ma ez a kezelhetőség szintjén van, és itt, ha ez a friss petrák összejönnének, hogy elcserélik Észak-Mitrovicát Preševóért, akkor ez egy nagyon fontos előrelépés lehetne, és itt szerintem itt Koszovó a nehezebb dió, tehát szerintem Vucic sokkal jobban le tudná nyomni egy ilyen alaput a szerb közvélemény torkán, mert azt mondom, hogy egy nagy bukásban, mint Koszovó elvesztése, legalább elértünk egy kis sikert. A koszovói albán térfél, meg ugye azt mondja, hogy lendületben vannak azért dinamikusabb sikerélmények sorát a közelmúltban elért nacionalizmus, és azt mondja, hogy persze Presa volt ide, mert a történelmi nagy Koszovó része, de mi az, hogy mit rajzák meg, nem adjuk. Tüntetések meg itt is, ott is vannak, de nagyon nagy Szerbiában nincs egy olyan párt, mint Koszovóban az önrendelkezés, amely ugye hallani sem akar ilyen nemzetáruló cselekedetről. Úgyhogy ez most újra fölmerült, és nagyon pozitív is lehetne, hiszen még egyáltalán történelme nagyon ritka, ebben a térségben meg pláne, ugye az, hogy megegyezéses alapon békésen megoldanak egy területi vitát, tehát akkor mondjuk egy pozitív precedenst is teremthetne.
De azt is mondhatja, hogy Koszovóból egy részt megmentett Szerbiát. Pontosan, tehát ezzel lehet ezzel ugye lehet megérvelni, és Lulcsicsnakban van olyan erős támogató, csak ugye nem is fogadná Szerb közvélemény. Ők már elfáradtak, a koszovóiaknak még nagyon az önbizalmuk. Tehát ez tényleg egy problémát jelent, de szerintem kezelhető, és mind a két ország ugye olyan messze van minden integrációs lehetőségtől. Attól is, hogy igazából átálljon. És lehet, hogy javítson ki, mert egy kósza információ, csak ugye kinek mi fontos, mennyit fektet be ide, és mi az identitáspolitika, meg a kereskedelem, meg a befektetés. Rosszul tudom, hogy Törökországnak messze sokkal fontosabb gazdasági partnere Szerbia, mint Bosznia? Hát, nagyon jelentős partnere, mondjuk. Aha. 10 erőművet építettek Szerbia. Igen, igen. Csak valahol ezt mondom, ezt olvasom, hogy miközben Boszniának, bosnyákokkal megy ez a szerelmi viszony, addig a pénzt a Szerbiába fektetik be. Igen, lehet, hogy tényleg. Egy kicsit stabilabb amit most ugye lesz a Hercegon, amit inkább ilyen cernyúztat. És akkor a pénznek valahol meg kell térülni el. Ezért azt gondolom, hogy ezek működhetnek. Szerintem nézzék, robbanás veszélyesebb ez a macedón-görög vita. Ami úgy szétvetheti Macedóniát, szerintem nem, soha nem lehet tudni, hogy mi lesz, tehát a szerb-koszovói kontextusban sem. De ez Macedóniát a mai formában teljesen magára temetheti. Minden szempontból. Ennek sok ága van, de csak egyetlen, ha már szegény dinamikus arabán nacionalizmus szóval aztán bocsánat. Ugye nézzék meg, hogy hogy éri ezt meg mondjuk a macedóniai Albán. Hát azt mondja, hogy Albánia mekkora sikereket ért el a közelmúltban, mert uniós tagjelölt NATO-tal, Koszovó független lesz, és hamarosan még területet is betemelez. Nekik meg okridót, ha semmi nem jut. És ez nem csak önmagára probléma, de azért is, mert a macedóniai albáni macedón állampolgár kimarad minden európai uniós integrációs útvonalból, azért, mert a szlávok meg a törögök valamiről nem tudnak megegyezni. Azt mondja, hogy ő ezt nem érdekli. Ő ennek végre változata. Döntsék már el végre. Úgy aláshatja a macedóniai lakosság 25-30%-át kitérő albánok. Most még meglevő állami iránti lojalitását, hogy ahhoz képest egy Preševo területcsőr az semmit nem jelent. És van egy, talán Bosznia-Bőzenyára szóba fog kerülni, csak akkor most, hogy eszembe jutott el, ne felejtsen. Most nézzék, a boszniai államok az élén, az az ember fog állni, Milorad Dodik személyben hamarosan, akitől nagyobb ellenségét elképzelni Boszniának, hát van nagyon nehéz. Ugye őt választották a szerb oldalról az áramelősítettjával, nem végig választásokon. Szeretne megint független lenni, tehát megint előjön a nacionalista kártya. Még visszatérve Macedóniához, ezt Péló tanár úr hogyan látja, Oroszországnak itt mi lenne az érdeke? Rájátszott arra, hogy hát akkor robbantsuk szét, hogy nekem az jó lesz, hogyha az albánok és a macedónok megint egymásnak esnek, destabilizálódik a térség. Sütögethetem a pecsenyémet, vagy inkább azt mondja Oroszország, hogy inkább az az érdekem, hogy nyugalom legyen, stabilitás legyen, legyen csak szépen EU és NATO tag Macedónia is, akkor én többet érek a befolyásomban. Hát, azt gondolom, hogy a Nyugat és Oroszország kapcsolatában a pozitív, konstruktív angéda kerekedik felül, amit rövid távon nem látok, középtávon zárnám ki esélyét. Tehát, hogyha a nyugati-orosz kapcsolatokban jelentős érdemi változás következik be, akkor a Balkánon is azt gondolom, hogy egy olyan Oroszország fog megjelenni, amely konstruktív agendával lép be ebbe a történetbe, és nem teszi azt, amit tett például most szeptember végén, amikor is a Facebookon bizonyította nagyon jelentős kampány folytatott a népszavazás bojkotja érdekében, hogy már áprilisban a szkopjai orosz nagykövet megfenyegette a macedónokat, hogy amennyiben belép az ország a NATO-ba, azzal Macedónia Oroszország legitim katonai célpontjává válik, hogy Görögországban élő orosz multimilliómos különböző macedón szervezeteket, futballligánokat, politikusokat vásárol fel annak érdekében,
hogy ezt a fajta destabilitást erősítsék, hogy komoly kampány folytattak a népszavazás előtt, hogy összeugrasszák a népesség minimum negyedét kiadó albánokat és macedónokat. Tehát ezt a történetet folyamatosan próbálja Oroszország napirenden tartani. De még egyszer mondom, én úgy érzem, és végigtekintve az elmúlt 30 évben, Oroszországnak a térség irányába stratégiailag fontos érdekei nincsenek. Szerintem a legfontosabb az a Nyugat, és ebben az esetben az Európai Unió vezető hatalma és Oroszország, illetve az Egyesült Államok és Oroszország kapcsolatának a rendeződése vagy nem rendeződése. Amennyiben itt rendeződik, azt gondolom, hogy ezen a területen is konstruktívá válik, és konstruktív agendája Oroszországnak volt ebben a három évtizedben, tehát volt egy elfordulás, volt egy közömbösség, de például konstruktív agenda volt 2007-2008-ban, amikor az északi áramlat mellett a déli áramlatot lényegében a Balkánon akarta végighozni és elhozni Közép-Európába. Akkor ugye Görögországon, Bulgária, Görögország, Szerbia, Magyarország, Ausztria, illetve Észak-Olaszország lett volna az érintett. Ez egy pozitív agenda volt 2007-2008-ban. Negatív, tehát ezzel a destruktív agendával nagyon világos és egyértelműen 2014 óta lép be ebbe a történetbe. Lehetne azt mondani, hogy 99-ben a koszovói válság idején Oroszország destruktív volt. Én nem így fogalmaznék. Ugye emlékszünk rá, hogy 99 márciusában BT határozat nélkül a NATO elkezdte bombázni a Milosevic Jugoszláviát. Az oroszok rossz néven vették, hogy megkérdezésük nélkül történt mindaz, ami történt. És ugye két dolog miatt voltak ők, tehát nekik ugye ez a késői agonizáló, a pénzügyi válságon épp hogy csak túllép, ugye 98-ban államcsőd van Oroszországban, augusztusban. Tehát egy végletekig legyengült Oroszország, amely azt érzékeli, hogy ő mint a második világháború győztes hatalma, amely ebből kifolyólag a nemzetközi politika privilegizált szereplője, most már nem csak politikailag értékelődik le, nem csak gazdaságilag értékelődik le, de karnyújtásnak került egy olyan helyzet, hogy nemzetközi jogilag is egy olyan helyzet alakul ki, hogy az ENSZ BT-t megkerülve lehet fontos, erőszakos katonai fellépést végrehajtani. Na most volt még egy dolog, ami az orosz magatartást a NATO fellépésével szembefordította. Még egy dolog, ne feledkezzünk el, 91 és 96 között van egy csecsen háború. És a csecsen háború alapszerkezetében ugyanaz volt, mint a szervek Koszovóval szembeni fellépése. Tehát mindkét esetben szecessziós folyamatokat, tehát az oroszok belpolitikai jogokból sem mondhatták azt, és állhattak oda a nyugat oldalára, és foghatták pártját a koszovóiaknak. Az más kérdés, hogy túl azon, hogy a szecesszió elhárításában való azonosság a szerb és az orosz magatartás között, három fontos kérdésben viszont egészen más volt. Az oroszok, bár brutálisan léptek fel mindkét csecsen háborúban, soha nem folyamodtak az etnikai tisztogatáshoz, soha nem akarták a területükről elkergetni a csecseneket, és soha nem fosztották meg őket autonómiáiktól. Tehát ez a három dolog, ami ott van a szerb magatartásban, ez nem volt ott, de a cél az azonos volt. Tehát ezért mondom, hogy a 99-es konfliktusos helyzet Koszovó megítélésében mégsem egy destruktív agenda volt, hanem bizonyos kényszerűségekből fakadt, és nem véletlen, hogy elég gyorsan azért megtalálják a megoldást. Summa-summarum, tehát én azt gondolom, hogy alapvetően annak függvénye a balkáni orosz politika, hogy hogyan alakul a Nyugat és Oroszország kapcsolata, és egy konkrét példával, hogy ne csak mindig Jugoszláviáról beszéljek, ezt még szeretném megerősíteni. Ugye július elején kiutasítanak Görögországból két orosz diplomatát, két orosz diplomatának nem adják meg a beutazási engedélyt, majd röviddel később egy jelentős csoportját a pravoszláv orosz papoknak beutazását megtagadják, majd maga a szentpétervári metropolita hiába folyamodik vízumért és nem engedik a görögöt, mert úgy érzik, hogy az orosz titkosszolgálatok olyan műveletekbe kezdnek és olyan dezinformációt folytatnak és olyan kényes információkhoz akarnak hozzáférni, feltehetően egyébként az ukrán autókefalitás körüli éleződő konfliktusra, ami a görög érdekeket és a görög belügyet destabilizálja. Azzal a Görögországgal rúgja össze a port Oroszország,
amely ország régi NATO-tagként a legnagyobb megértést mutatja hosszú-hosszú évekre visszamennek az orosz érdekek iránt, de ezzel is olyan éles szóváltás alakul ki az orosz külügy és Görögország között. Az a Görögország, amely márciusban a Skripal ügy miatt azon kevés ország közé tartozik, aki nem utasít ki diplomatát, júliusban eljut oda, hogy feszülté válik a viszony. Tehát az az érzésem, hogy Oroszország most ezt a destruktív narratívát viszi, ugye azzal főz, amilye van, de ha ez változik, akkor miután nem alapvető érdek szférája Oroszországnak a Balkán, és én csak ilyen távoli háttérzajként érzékelem a konfesszionális és az etnikai rokonságot, mint valami kísérőjét a politikának, ha végigtekintek az elmúlt 30 évben, mindig valami konkrét, pontos érdek szabta meg, hogy az orosz fellépés mi, és nem az etnika is felekezeti közönség. Erről fitottak Moszkva inkább akkor a Balkánon? Hát nem erőt vitatkozni, tehát fordítható, vagy fogalmazható akár így is, de én inkább úgy fogalmazni, hogy megmutatni, hogy én a Balkánon is tudok nektek problémát okozni. Én tudok problémát okozni a Baltikumban is, én tudok problémát okozni Finnországban is, én tudok problémát okozni, amikor demokratikus intézmények választanak Franciaországban, Hollandiában, az Egyesült Államokban. Tehát ugye itt egy drámai kurzusváltás következik be 14-ben, azt követően, hogy a nyugati világ nem fogadja el a Krim annexióját és Kelet-Ukrajna felázítását. Ezt követően az orosz politika lényegében három tartó pillére épül fel. Egyrészt Oroszország az ENSZ BT tagjaként, állandó tagjaként nemzetközi jogilag szankcionálhatatlan. Kettő. A világ nukleáris arzenáljának még mindig 40-45%-a ott van az oroszoknál. Nincs az az állam, amely megtámad egy ilyen képességekkel rendelkező országot. Most ennek következtében, hogy jogilag szankcionálhatatlan, katonailag megtámadhatatlan, azt gondolja, hogy sokkal többet megtehet, mint bármely más állam, vagy jó néhány állam, vagy az államok többsége, és teszi azt a politikát, amit követ, bukkan föl a legkülönbözőbb összefüggésekben, legyen az Finnország, legyen az a Baltikum, legyen az Nyugat-Európa, legyen az a Balkán. De hogyha itt valamilyen kompromisszum jönne létre, amit én, ami Putyin van, szinte teljes egészében kizártnak tartok, ha ez a kompromisszum Putyin után létrejön, akkor ez az agenda is változhat, mert Oroszország láthatóan ezzel az évi 1-2%-os GDP növekedéssel a folyamatos leszakadás állapotában van. Ma 1/8, tehát a Szovjetunió felbomlásakor az orosz gazdaság az fele akkora volt, mint a korabeli kínai. Ma 1/8. A Oroszország a fejlett technológiák piacából 1%-kal kevesebben részesedik. Oroszország a szuper számítógépek 500-as listáján az első 60 között nincs orosz számítógép. A kereskedelmi bankok 500-as listáján az első 100 között nincs orosz kereskedelmi bank. Nézzünk bármelyik egyetemi listát, az első 100 között nincs orosz egyetem. Tehát lényegében egy kulturálisan, történelme, tradíciói miatt egy egészen más dologra méltó ország a folyamatos elszigetelődés és leszakadás stratégiai pályájára halad 2014-től. Ennek felismerése, hogy utat tévesztettünk, ennek be kell következnie. Ezt gondolom. Milyen gyorsan? Nem gyorsan, én még egyszer mondom, szinte kizártnak tartom, hogy a putyini ciklus alatt ez bekövetkezik, utána pedig ennek lehetősége megjelenik, de nem a bizonyosság lehetősége. Érintettük már Boszniát, Juhász Tamár úr hogyan látja. Valóban Cerux tartja össze ezt a balkáni államot, vagy pedig azért már lassan van egy olyan szövet, ami esetleg, hogyha mondjuk az EU magára hagyná Szarajevót, akkor fennmaradna. Megint elnézést kérek, hogy visszakanyarodok. Nem is konkrétan, amit a Zoltán mondott, és amit elmondott, csak az egész beszélgetéset. Lehetek mégis igazán Todorovának. Ugye a Maria Todorovának az Egvidából előadására visszott el, hogy ugye Balkánról való beszélgetésünk az balkanista, sokszor nem a térségről szól. Most nézzék meg, hogy közelmúltban körülbelül miről beszéltünk, ha Balkánról, mint probléma közegről beszéltünk, most sarkítok. Sok gond van azért, mert van egy destruktív láthatalom térségben. Ugye?
Sokon van azért, mert van egy mediterrán ország, mert ugye Görögországot nem sorolt a politikai Balkánhoz, amely bolond nacionalistaként nevetőt egy tőle kisebb törp állama. Igaz, hogy a macedónok, meg a makedónok azonosság az ugye a dákkoromán kontinuitás szóval betegszik a tudományos megalapozott cseret tekintve, de a dolog nem az a lényeg, hanem nyilvánvalóan Macedónia soha nem fogja megtámadni Görögországot. A Görögország, tudják mikor túl van görögországi makedón tartomány? Nem, mint közigazgatási egység, amire ma hiány vitatkozik Athén. 80. 9. Amikor már 29. Addig különböző talán, akkor összefogták. Azt akarom mondani, hogy van egy külső tényező, ami keveri a problémákat, van egy másik külső, a görögök, akik keverik a problémákat, van egy migráns válság. Ugye milyen helyzet, ha ebből a szempontból nézzük, a Balkán majd egy dugó. Igen, de onnan nézve az a helyzet, hogy hozzájuk ezek az emberek az Európai Unióból jönnek, Görögországból, és az EU-ba akarnak tovább menni Németországba. Csak náluk van a dugó, mert a horvát-magyar határon nem engedik át őket. De kívül sok probléma van, de megint nem az ő, nem őt találták ki. Volt egy, persze újjáépítési korszakban mindig könnyű magas növekedési teret produkálni, de 2008-9-ig volt egy nagyon felzárkózó gazdasági periódus a korszaknak. Ennek 2008 lett vége, de nem a maguk miatt, hanem mert őket is lett a rossz tapása. Na, tehát azért szoktam most mondani, hogy a problémák jó része, amit ma Balkánon látunk, az nem belülük származik, hanem az őket kívülről körülvelő világ lecsapódása. Miközben a Balkánon meg azt látjuk, most akkor megint csarkítok, hogy egy csesek csemete, meg egy terrorista vezér, bocsánat. Nem az, csak ugye szerbek szerint a Tacsi mostanában fő. Tehát ugye egy csesek csemete, meg egy albán terrorista, lehet, hogy békés alkot tud kötni egy tulajdonképpen racionálisnak is tekintető területi korrekcióról. Akkor most van a Balkán, vagy csak balkanizmus van? Van Balkán? Van, persze csak. Visszatérve ugye... Boszniára, bocsánat, a Delia. Erre. Lehet, hogy én kapocsak, hogy Zoltán megjegyezte. Hát ez egy nagyon veszélyes dolog, ugye az, hogy most ez az eredmény jött ki, tudják, ugye nem azért, mert háború lesz, nincsen hadsereg. És annyi nemzetközi ellenőr van, attól nem tartok, itt inkább az a játék meg, ugye, hogy a Dodi azt csinálja, amit ugye Mecsiák csinál Csehszlovákiával, vagy Djukanovics a maradék Jugoszláviával, ugye, hogy permanensen obstruálja a központi hatalmat, majd azt mondja, hogy ugye, hogy nem működik. Miért ne tudna működni Bosznia? Minden közjogi alapja, annyi gazdasági kapcsolat a különböző régiók, minden, ehhez majd van. Van egy politikai tényező, amelynek erre nincsen akarata. Most ugye ez miért van messzire vezetve, de és nyilván amíg ezt az akaratot nem változik meg, addig ez a szituáció fog működni, hogy Bosznia-Hercegovina nemzetközi jogi értelemben létezik, viszont mint funkcionáló állam, mint egész nem létezik. Külön-külön ugye a Republika Szocka az működik, nincs az agon. Azt mondhatnánk, hogy a horvát-bosnyák országrész is működik. Tudnék mi a helyzet? Hát a horvátok szerint szívesen elszokatlanak, de az helyzet, hogy nagyon kevesen vannak. A horvát lakosság túlnyomó többségének van horvát útlevele, tehát ők uniós állampolgár, amúgy is idősek már. Ezért azt mondhatnánk, hogy a ma még Boszniában lévő horvát közösségnek már nem olyan fontos, hogy úgy mondjam, állami jogilag is ő Horvátországhoz tartozik, hiszen ebben Horvátországban él. A szerbek esetében ez egy kicsit bonyolultabb kérdés, és nem tudom, hogy ez mikor változhat meg. Csak függ attól, hogy Moszkvából, Belgrádból milyen sugalmazások jönnek. Na most a bábok néha életre kelnek, ugye még egy Milosevic sem volt képes végig ellenőrzni ugye a Karadzsicsot. De én azt gondolom, hogy az alapeset az, hogy Dodiknak, ameddig Vucic azt fogja mondani Belgrádból, hogy egy bizonyos határt nem lépünk át, mert nem tehetjük kockára szerbia-európai megítélését, addig nem lesz függetlenségi szétszavazás kiírás, nem lesz szecesszió, stb. Tehát mondom, Karadzsics is kiszabadult Milosevic öleléséből, és Vucic is meggondolja, hogy egyelőre szerintem nem ez a helyzet, hanem ez a szituáció, ez a Djukanovics-Mecsiáli
attitűd fog működni. De ezzel mit lehet csinálni? Nézzék, én azt mondom, hogy nem kell a világnak, noha az egész Bosznia projekt ugye arra épült, hogy Bosznia nem szünet meg, mint állam, nem kell semmilyen megoldáshoz ragaszkodni, tehát minden megoldást meg kell tudni fogadni a világnak, amiről mondjuk meg lehet egyezni, hogy minimum háború nélkül végrehajtható. Tehát Dayton ide vagy Dayton oda, Daytonnak meg volt az a nagy esély, véget vetett a háborúnak, és azt mondta, hogy a többit megmutatja a jövő, hát ha életet tud kelni Bosznia. Ennek nem sok jele van, mint egészben. Nem kell az idők végtelenségig ragaszkodni hozzá, nem hisz bizonyos kérdéseket, lásd Koszovó és Szerbia szétválása, ha nem is azonnal, de ugye mutatja a normalizálódás bizonyosságát. Nem gondolom, hogy ezt ne lehetne napirendre tűzni. A probléma itt ugye az, hogy ki lesz az, aki egy ilyen döntést az lenyom a bosnyákok torkán. Magyarban azt hiszük, hogy Boszniát csak a nemzetközi akarat tartja egyben. Nem, van a boszniai lakosságnak egy része, a fele, a bosnyák muzulmánok, akik azt mondják, hogy ez az ő hazájuk, nem akarják, hogy felosszák. Nagyon egyszerű lenne a helyzet, hogyha a három fél egyetértene, de most az a helyzet, hogy Szerb meg a horvát egyetért, de a bosnyák megnyomtat őket, vagy kompenzálni kell valamivel, az sok pénzbe kerül, mert nehezen tudom elképzelni, hogy tüntető bosnyákokba lövetés céljából újra nemzetközi erők vonulnának vissza Bosznia-Hercegovinának. Tehát ameddig a bosnyákok nem fogják el, nem fogadtatják sokkal jelcsébet, addig szerintem ez folytatódni fog, hogy most van, mert nincs ilyen annak sem, hogy a Dodik meggondolná magát, nincs ilyen annak sem, hogy ugye a Izetbegovicsék, bár most épp kiesett az elnökség, ez ugye a fiatal, nem az, nem az, a Bakir, így van, ő megteszik. Most volt már egyébként a bosnyák politikai közösségben többször is gondolkodás arról, hogy esetleg elfogadnának egy olyan tulajdonképpen tiszta bosnyák államot, ami területe kisebb, mint Bosznia-Hercegovina. Tehát nem kizárt az a dolog, hogy egy idő után elmegy a türelmük, sok pénzt ígérnek neked, hogy elfogadnak egy ilyen opciót, de én egyelőre egyetlen releváns boszniai értelmiségi politikus sajt újság szemben találkoztam, ami azt mondja, hogy ez nekünk érdekünk, hogy ezzel legalább elgondolkodjuk. És ameddig ez az igazi kérdés, és akár egyik, akár másik módon eldörlő a dolog, akkor működő struktúra jönnek. A legnehezebb az tényleg ugye az, hogy van papíron egy közös állam. Nem túl közös, bocsánat, csak annyi, hogy a német kollégáim, ha Boszniába mennek forgatni egy Podkörútra, akkor a Republika Srpskába mennek, akkor nem azt a rajongói kolléganőt viszik magukkal, hanem a Belgrádit, mert hogy ő az, akinek hajlandók megszólalni a Republika Srpskában. Igen, csak arra mondom, hogy mégis közös, hogy tudják, ma már például van közös hadsereg, rendőrs, minden van. Igen, nem, de ez úgy néz ki, hogy abból, ami csak egy tud lenni, mint a légtér ellenőrzés, azt leszámítva a közös boszniai hadsereg az úgy néz ki, hogy van neki három gyalogos hadtestje, egy gyalogot egyszer, meg egy bosnyák. Tehát van is minden, meg mégis nincs minden. És ez valahogy ennek a kérdésnek tényleg el kell dőlnie, nyilván nem holnap, hanem holnap után, de még csak jósolni sem állna az ember. Hát ott biztos, hogy sok idő kell, hiszen ugye a mostani nacionalista generációnak el kéne tűnnie. Viszont nincs egy olyan fiatal generáció, vagy olyan erős fiatal generáció, aki azt mondaná, hogy jó, akkor próbáljuk meg közösen. Tehát vannak már ilyen hangok, de még nem elég erősek. Részben nacionalista is, meg ezt meg is lehet érteni. Tehát ugye ma már ugye sajnos a területeket, mint a többi kevésbé tiszták. Ugye sokan visszatértek persze a háború során, mint bosnyákok a Republika Srpskába. Egy időben én is azt hiszem, kinek a békéjében, és azt írtuk, hogy hú, ez a konszolidáció biztos jelen. Ezt írtuk 2000-2001-ben, aztán mi kettőtől ezt kezdtük észrevenni, hogy igen, már azt tudtuk, hogy azért ment haza, hogy elhagyhassa az ingatlanát, majd utána visszaköltözött Szarajevóba. Na, de csak ugye ugyanez a helyzet, de most kézzéket, hogy bosnyákként lenyelni azt, hogyha megtörténik a felosztás, akkor egy Srebrenica az a Republika Srpska része legyen.
Mert ugye ott van. Nem? Tehát nem kell nacionalistának lenni egy bosnyákként ahhoz, hogy azt mondjam, hogy bocsánat, hát az én hazám az Banyaluta volt, vagy Szarajevo volt, háború elnöldözött, de én vissza akarok menni. Mondja ezt akkor is esetleg nem akar, vagy csak azért megy, de ez nem csinál. Tudom, hogy másra gondoltál. Van az a része is, így van. De azt megint néhány tudásra van, csak rendészeti kérdés. Ez nem. És ezzel nagyon nehéz nyilván valami úton nekik is szembesülni, nyilván ezzel is magyarázható, hogy ez nem működik. Amíg ez a generációért, erre megint szívesen kisajátítanám, de nem tettem, mert olvastam, csak nem jut eszembe kivél, mert valakinek teszik, hogy segítsen. Egy ilyen háború után valóban, ugye, helyreállítani ezt a multietnikus társadalmat, együttélést, azt nem lehet, mert olyan sebek maradnak. Újra létrehozni, vagy kiépíteni lehet egy újabb generációkkal, de az időpénz, oktatási programok, millió befektetés, hát ez tényleg azt mondom, hogy még az elején tart. Nézzék meg, hogy 14-ben volt, bocsánat, ez egy sokat beszélni utolsó mondat. 14-ben volt ugye egy nagy szociális tiltakozó hullám, ugye Boszniában. Ugye privatizáció, munkanélküliség, semmi se pénz nem léteznek. Ugye a föderáció városainak a felében ugye nagy zavargások voltak minden. És a tüntetők egyik fő követelése ugye az volt, teljesen racionálisan mindennek értem el, hogy rettentő sok a kormány, az adminisztráció, 13 miniszterelnök van Boszniában, nem csak a 4 milliós ország, de alig 4 milliós ország, neki 13. Kell egy racionálisan működő áram, ezeket el kell törölni, legyen regionális önkormányzat, minden, menni fog ez a dolog. Ez ugye az a helyzet, hogy a bosnyák közönséget magával ragadta, a csokakat, a horvátokat is egy kicsit. A Republika Srpskában volt egy-két szolidaritási akció, ugye a munkanélküli tuznai munkásokkal, azon kívül semmi, mert mit mondott a Republika Srpska hivatalos interpretációja? Ugye ez a bosnyák kormányzat bújtogatja az üzemeket felnyújtó munkásokat, azért, hogy ugye a Daytonban elismert Republika Srpskát föl lehessen számolni. Tehát ennyire csőlátás jellemző, még a mostani generációkra is, úgyhogy valóban ez kell, és még tömegesen nem látszik, így igaz. Feliktől azt kérdezném, hogy Törökország számára Bosznia mennyire fontos, ezt már az előző egy kicsit becegettük, mi érdeke Ankarának, hogy milyen Bosznia legyen? Bosznia Törökországnak fontos, de Törökországnak fontos Szerbia is. Törökországnak egész Balkán fontos, mint ahogy előbb picit említettünk, beszéltünk róla, tehát a török befektetések és a török a hatás terjesztés nem kimondottan iszlám területeket érinti, mint Bosznia, vagy Albánia, vagy Koszova, de ugyanakkor a többi államot is próbál Ankara olyan befektetésekkel, olyan eszközökkel maga mellé sorolni, amelyeket majd a saját politikai hatásának a terjesztése érdekében használhatja. Milyen állam érdekel? Egyértelmű, hogy egy egyesült jelenlegi állapot van, tehát nem szétvált és csökkent erejű Bosznia, hanem jelenlegi állapotú Boszniának a megmaradása, megőrzése érdekel jobban, és ennek érdekében szerintem Ankara minden olyan eszközt is igénybe veszi, ami Szerbiában hatásos. Tényleg szinte olyan magas értékű befektetései vannak Szerbiában, és nagyon fontos politikai kapcsolatai is vannak. De most ezzel összefüggésben szerintem elemezni kell, illetve figyelni kell arra is, hogy a Balkán nem önmagában és nem önmagáért fontos akár Törökországnak, akár Oroszországnak. Balkán egy olyan eszköz, aminek a manipulálásával Európai Unió számára nagyon fontos
olyan tényezőként lehet használni, amely mondjuk akár Törökország, akár Oroszország érdekeit jobban képviseli. Tehát a Balkán egy olyan hely, ahol büntetni lehet Európai Uniót, ha úgy tetszik. Na most, és Törökország, Moszkva és Ankara is ennek nagyon jó tudatában van, és én úgy gondolom, ha úgy adódik, akár Törökország és Oroszország akár együtt is működhet Balkánon, hogy Európai Unió felé valamilyen nyomást gyakorolhasson. Hiszen ezt már gyakorolják. Szíriában az történik jelenleg. Annak ellenére, hogy a Törökország egy orosz gépet lelőtt, az már most volt, nem olyan régen, pár éve. Háború szélén voltak, és onnan pár év alatt olyan szövetségi rendszert hoztak létre egymás között, amely a NATO-nak a legbelső stabilitását is fenyegeti. Hiszen Törökország nagyon fontos, török, nem csak geopolitikai helyzete miatt, hanem hadserege miatt is. És az orosz légvédelmi rendszert állít be Törökország annak ellenére rendszerbe jövőre, annak ellenére, hogy NATO teljes erőjével titkozik Egyesült Államok természetesen, és leállít a legmodernebb gépének átadását. Ankarát ez se félelmíti, azt mondja, igen, azt állítani fogja rendszerbe. Tehát ha úgy kell, akkor Törökország és Oroszország Balkánon együttműködhet annak ellenére, hogy ott bosnyákok vagy szerbek érdeke mondjuk tök ellentétes helyzetbe is lehet. Annak ellenére is lenyomhatják azt bosnyákok és a szerbek torkán, hogy Balkánon egy olyan helyzet jöjjön létre, ha kell, ami Európai Unió számára nagyon rossz legyen. Tehát a balkáni helyzetet mindig úgy kell értelmezni szerintem, nem önmaga és saját feltételei miatt, hanem Balkán egy olyan terület, ahol nagyhatalmak játékai üzenetjelzésű lehetnek egy más nagyhatalomnak. Még talán hozzá lehet fűzni, hogy ezt most annyira nem lehet érezni jelenleg, mert hogy a Közel-Kelet fontosabb, mert Közel-Keleten meg lezárlatlan folyamat van, és ott valami más jön létre. De ne felejtsünk el, a Közel-Keleten, ami Szíriában, Irakban jelenleg zajlik, nem csak háborúra gondolok, hanem diplomáciai kapcsolatokra, meg a szövetségi rendszer létrejöttére, meg Egyesült Államok kiszorítására a régióból, ami esetleg egy előjátéka lehet egy balkáni elkövetkező években, évtizedekben egy balkáni játéknak. Tehát a dolgok így függnek össze. Szlovéniáról, Horvátországról még nem nagyon beszéltünk, viszont nézőket kérdezném, hogy nekik van-e kérdésük. Tanárul ahhoz. Fiatal ember is aztán a hölgy. Józseftől szeretném... Bocsánat, kérdezni. Ugyanúgy kérem megtenni, hogy kijön a felvétel miatt. Jó, köszönöm szépen. Józseftől szeretnénk kérdezni, hogy hogyan látja Horvátország, mint úgynevezett anyaország szerepét, illetve a horvát európai parlamenti képviselők szerepét, hogyan lépnek fel a boszniai horvát, úgynevezett horvát kérdés támogatói. Hát erre most nagyon gyorsan tudok válaszolni, mert nem tudom, de ha valami történt a közelmúltban ilyen szempontból, akkor került a figyelmemet. Ugye most jobboldali kormány van, és ez kicsit harcosabb jobboldali kormány, néhányat láttunk mondjuk a Szalabdev, nem tudom, lehet, hogy bűnöző volt, az már egyszer kiderül, de ő nagyon szeretett volna elhatárolni, ugye most már bent vannak, és ugye nem is a miniszterelnök, inkább ugye az államfőnök. Tehát szerintem messze nem annyi, mint a szóba jött országok esetében, de egy kicsit nagyon potenciálisan szerintem Horvátországban is, mondjuk Bosznia kapcsán több a potenciális destruktivitás, mint volt mondjuk egy 5-8 évvel ezelőtt, de igazából konkrétan nem tudom rá válaszolni. Kérem, jöjjön ki a mikrofonhoz. Hadd vagy én vagyok, nem tudok oda mondani. Akkor oda, hogy lesz. Ide legalább.
Katalin vagyok, azt szeretném megkérdezni, hogy Kína a játéktérben mennyire van bent, jó, hogy lesz, van egy, vagy lesz, vagy mit tudom, mikorra, ugye egy Budapest-Belgrád vasútvonal, ami egy jelzős érték, hogy azért van itt is vannak, de hogy a továbbiakban mi várható egyáltalán az ő létükről, érdekeltek ebbe a térségbe. Köszönöm szépen! Én soha nem értettem, hogy ez a Kínának miért jó. De most megyek Hamburgba, sokkal jobb az infrastruktúra, és oda is el tudnak menni a magyar. Igazából nem tudom. De szerintem azt még értem, hogy Oroszországnak, vagy Törökországnak mi a volt ebben, de nem tudom. Nagyon hosszú távra terveznek előre. Igen, az üres kínai városok, igen. Ahol kezdenek majd beköltözni az emberek, ugye ott is most van a urbanizálódás. Na most ez egész biztos, hogy stratégia van, mert Kína az egy fegyelmezett ország, ma is egy párt, stb. De biztos, hogy emögött van valami elképzelt, racionális, az biztos. Ki nem tudom találni, de nincs köztünk kínai. Egy kicsit a török szállat piszkálgatnám még. Egyrészt kevésbé köztudott, hogy ami mondjuk így a monarchia egykori népének Bécs, az a balkáni államok többségének Isztambul. Tehát ha bevásárolni kell menni, vagy nem tudom mit, tehát Isztambulba lehetett bőrkabátot mondtunk venni. De tulajdonképpen az oszmán birodalom keresztény utódállamai politikai szempontból is folyamatosan igazodtak a mindenkori modern Törökországhoz. Tehát a két világháború között az Atatürki rendszer nagyon sok szempontból mintához szolgált a Balkánon, de ugyanúgy az államszocializmus időszakában sem lehet feltétlenül azt mondani, hogy minden politikai kapcsolat megszakadt, de 90 után megint van egy érdeklődés, hogy Törökország technikailag hogyan kormányoz, mi az, ami esetleg átvertő. Ebben a pillanatban, amikor tényleg van egy balkáni koncepciója Törökországnak, ami kicsit azért a turizmussal is összefügg, tehát mondjuk a befolyás szerzésnek ez is az eszköze, hogy török turisták érkeznek a Balkára, Boszniába például. Koszovó, ami albán és muszlim többségű, ebben a pillanatban az egyetlen olyan állam, ami megpróbál ennek ellenállni. Ami szerintem egy nagyon érdekes folyamat, tehát ők egyértelműen igyekeznek magukat elkötelezni egyrészt az Egyesült Államok mellett, mondjuk emögött van egy Oroszországtól való félelem. Másrészt pedig van egy olyan hozzáállás, hogy olyan pokoli nehéz volt az utóbbi 100 év, annyira nagy anyagi véráldozatot kellett hozni a függetlenségért, hogy ezt most senkinek a kedvére nem akarják kockára tenni. Persze megvan a baráti viszony Törökországgal, de nincs az a materiális érték, ami miatt ezt a függetlenséget ők odaadnák ilyen áldozathozatot után is. Mivel Koszovó van a Balkán közepén, ezért szerintem ennek még lesz szerepe, hogy a török politikai térfoglalás meddig jó. A másik, hogyha a Törökország Balkán politikáját nézzük, szerintem innen már nem lehet kivenni Magyarországot. Tehát, hogyha befolyásépítés történik, akkor az azért Budapest felől is mehet. És ahogy a magyar diplomácia tesz orosz kéréseknek megfelelő lépéseket a Balkánon, nem zárnám ki, hogy vannak török kérések is, aminek eleget tesznek. Ugye ennek a magyarországi török térnyerésnek, vagy nem tudom, hogy nem ezzel nem biztos, hogy jó fogalmat használok, de ennek van balkáni vonatkozása, ugye van egy olyan muszlim közösség Magyarországon, a magyar iszlám közösség, amelyik magyar állampolgárokból áll, etnikailag is túlnyomó részt magyarok, 31 óta küzdködnek azzal, hogy most vallásilag hova tartozanak Boszniához és Törökországhoz, és ők például az utóbbi években kiszolgáltatott helyzetbe kerültek így az új oszmán törekvések miatt, és meghozták ezt a civilizációs döntést, és Szarajevóba mentek. Hogy az ottani ulemát, vagy nem tudom, a sejhi iszlámot kérjék meg, hogy valamiféle vallási felekezett, vagy valamilyen felügyeleti, nem tudom, hogy hívják ezt az iszlámot, de hogy tagegyház legyen, vagy nem tudom. Szóval szerintem, hogyha a Törökország balkáni politikáját nézzük, ennek már egy eleme, egy fontos eleme Magyarország, mert itt van egy baráti kormány, aki
aki az Európai Unió felől meg tud olyan lépéseket tenni, ami esetleg döntéshelyzetbe hozza az északi Balkán, vagy mondjuk a Balkán egyéb országait is. De nem, bocsánat, parancsolja. De szerintem ők nyugodtan találjuk folyó, ha fejlesztem. Nem, más a kérdés. De csak ebben, tényleg, és én abszolút. Nézzék meg, hogy a Koszovó, mint állam, annyira szeretném a legitim nyugati államnak látszani, hogy tényleg neveben visszautasítják minden muszlim jelzőt. Ha egy koszovói politikus utalnak rá, akkor minimum azt mondja, hogy dehogy is, hiszen az albán lakosság egy része az keresztény. Hogy lehet, mint muszlim állam? Most van 10 000 keresztény között. De ez nagyon fontos alapelvként. És akkor meg hozzáteszünk, hogy szerb is, stb. Teljesen egyetértek, hogy neleben elzárkozik ez a generáció, amit ők kormányozzák ebben az iránytól. Az is, azért is, hogy szokasztak Magyarországot, bár a magyar tőke megkeresni, az inkább Romániát célozza, de tényleg ugye Dél-Kelet-Európában is jelen van. De annyiból jó, hogy ugye most a 4-5 nagy centrumból beszéltünk, EU, Oroszország, Török, stb. Ha országunkért megnézzük, akkor azért azt látjuk, hogy vannak meglepően nagy szereplők. Szlovénia, hát főleg a jugó térségben, hát ez ugye egyszerű volt, mert háború után a szlovén vállalkozó hazament, és azt mondta, hogy hozzon el, mi itt találkoztunk, de ide jön újra, felvegyük a keresőt. Van Magyarország, és ott van Görögország. Aki mondjuk a legalábbis a déli térségben, tehát ez a Macedón, hiába a politikai művét, a Macedón bolgár térségben, mint a bankszektor 25-30%-át uralja. Fajlagosan vagy arányosan, szerintem Görögország, ha országokra bebontjuk, az, hogy Görögország a legnagyobb tőke befektető, legalábbis a déli részében a térségben. És nem? Mert Ausztria átvett nagyon sok mindent. Ausztriát is nem szabad kérni ebben a körből, így van. De ez ugye egy kicsit tényleg más, általában más képet mutat, hogy a szomszédság helyzetet. Bocsánat. Mikrofon van. Azt hiszem éppen Juhász József utalt arra a makedón, görög, hogy ott egy konfliktus robbanhat ki. Annak mi a jelentősége, hogy most Görögország és Macedónia megegyeztek, hogy Észak-Macedónia lesz a neve? Van ennek egyáltalán jelentősége? Hogyha lenne, meg inkább az a jelentősége, hogy egy nagyon fontos politikai akadály elhárult az előtt, hogy Macedónia az Európai Unió vagy a NATO tagja legyen. Tehát nyilván egyik szervezet sem akar egy olyan országot fölvenni, amely ilyen nyilvánvaló konfliktusban van a szomszédjával. Érvénytelen lett a népszavazás, de a parlamentben néhány képviselő átállásának következtében mégiscsak elfogadták azt, hogy a korábban aláírt görög-macedón megállapodás, amiben a macedónok elköteleződnek az ország névváltoztatására, az érvénybeli, tehát az a jelentősége, hogy ez az akadály, ez a korlát, ez eltűnik, amiből nem az következik, hogy holnap vagy holnap után EU vagy NATO tagok lesznek, de hát látjuk, hogy ezek a szervezetek haladnak kelet felé, dél-kelet felé is, tehát egy politikai akadályt kiiktattak. És ugye maga Macedónia konszolidálódhat ezen az ágon. Picit annyit, mint az, ugye, hál' Istennek a görögök is tettek és keletett egy akengedményt. Ugye eddig még egyáltalán attól sem ezek, hogy név megjelenjen valahogy. Most ugye elfogadták, hogy ugye van ilyen, hogy macedón nemzet, van ilyen, hogy macedón nyelv, és hívhatják magukat így, igaz, hogy egy jelzővel. Ez, és tényleg azt mondom, ez egy fontos, és igazából mondva csinált probléma megoldódik, és elsősorban a görögök által csinált probléma, nem az kopjék. Egy rövid megjegyzés, és azt mondom, a rövid megjegyzés csak arra vonatkozom, hogy a dolog nem teljesen példátlan, hogy időnként Bakuban, az Azerbajdzsán parlamentben is föláll egy elmegyéles parlamenti képviselő, és azt javasolja, hogy az ország nevét változtassuk meg Észak-Azerbajdzsánra. És ennek az a neve, az oka, hogy Azerbajdzsánban, ugye a volt szovjet tagköztársaságban durván 9 millió azeri él, viszont több mint 20 millió azeri él Iránban.
És ugye azzal, hogy ők Észak-Azerbajdzsán lesz, egy kicsit bejelentik, kicsit metaforikusan, hogy hát egyszer még egyesülhet ez a két terület, és az lesz majd igazán Azerbajdzsán. Tehát az elmebaj az nem csak a Balkánon jelenik meg, hanem mások is vannak szép példák. Hát én Azerbajdzsán kérdése, Makedón és Azerbajdzsán kérdése valóban reális kérdés. Én nem tartom nagyon label kapott konfliktusnak ez, főleg Azerbajdzsán és például a kurd tekintetében is, kurdok tekintetében is, a kurdisztán is jelenlegi helyzetben úgy áll, hogy négy részből áll. Igen, van a törökországi Kurdisztán, iraki, iráni és a szíriai. És mindegyik ország részben kurdok élnek, igen, kicsit eltérő nyelvjárással, de kurdnak tekintik magukat, és igényt tartanak majd arra esetleg, hogy egy egyesült Kurdisztán legyen. Azerbajdzsán helyzete is hasonló, tehát ott is, tehát északiak, meg a déli Azerbajdzsán, azerinek tartják magukat, és azt a kultúrát vallják, és egyesülésre tartanak igényt, akkor előbb-utóbb ennek létre kell jönnie, ha nem, akkor ez egy olyan konfliktus, történelmi konfliktus forrásként lesz, ami majd a történelemben holnap után jelen lesz, és akár háborúnak, akár kemény konfliktusoknak okozója lehet. Én egyébként reflektálni szerettem volna a török hozzászólásra. Igen, nagyon fontosan tartom azt, hogy Ankara számára Budapest jelenleg nagyon-nagyon fontos szövetségi központ. És ezt deklaráltan is. Tehát mind a két országból mondják, hogy igen, a stratégiai partnerként van jelen. Ankara úgy gondolja, hogy Budapest elsősorban Budapest képviseli már Európai Unióban török érdekeket, török álláspontot, és fordítva is igaz, Budapest pedig úgy gondolja, hogy keleti nyitás politikájában Ankarának nagyon jelentős szerepe van, akár közel-keleten, akár belső Ázsiában való terjeszkedés, akár gazdasági, akár politikai értelemben, tehát török támogatás jó jöhet, illetve igen, török támogatás jó jöhet Budapestnek. Tehát a Balkánon akár azt is el lehet képzelni Ankara és Budapest közvetítésével, és ne felejtsük el, mind a két országnak jó viszonya van Oroszországgal jelenleg, tehát egy erős tengely alakulhat volna, hogy a török, orosz és a Budapest befolyásának a erősítésében Balkánon. Ez sem meglepő. Fekete Mihály vagyok, egy gyors első kérdés, hogy ez a Gruevski affér, ez hova futhat ki? Ez ugyanis azért lényeges, mert itt egy államnak a meghozott ítéletével szemben mi fellépünk, ha nem adjuk ki a volt miniszterelnököt. Ez az első kérdésem. A második pedig, ez kicsit hosszabb, hogy érthető legyen, három olyan ország van a térségben, Makedónia, Koszovó és Montenegro, amelyik lakóságánál és kultúrájánál fogva, én úgy érzem, hogy nem alkalmas arra, hogy önálló állami létet vezessen, és anyagilag sem. Tehát 680 ezer szegény montenegrói ember él azon a területen, hogy tudnak, képesek kiállítani olyanokat, mint nagyköveteket. Hogy tudnak megvásárolni nagykövetségi épületeket, és ez komolyan gondolom, hogy ez egy nagyon szegény ország. De hogy tud egyetemeket létrehozni, hogy saját kádereket emeljen, eddig Belgrádban, Szarajevóban, illetve Zágrában tanultak a diákjaik. Igen, de most már fizetniük kell értünk, meg külföldre mennek. Egyrészt, másrészt, miután ugyanazt a nyelvet beszélik, nem biztos, hogy visszamennek. Tehát nem tudom, hogy lesznek ott útépítő mérnökök, belgyógyászok, urológusok, színházi szakemberek, és nincsen kultúrájuk sem. Most én Montenegrót mondom, de ez mind a három országra igaz, hogy nem tudom azt, hogy van-e kulturális társadalma ezeknek az ország olyan, amely saját magában egyedül megállna.
És ez sok tekintetben igaz. A pedagógus képzéstől kezdve az irodalmon át, hát szóval Montenegrónak nem volt irodalma, hát volt egy kis része volt a szerb horvát irodalomnak, de önmagában nem állt meg, végül szobrászai sincsenek, vagy én nem tudom. Semmiük sincsen, nem is volt. Hát hogy beszélünk, csak felét nem ismert. Nem, én elég sokat jártam ott ahhoz, hogy tudjam, hogy nem volt. Nincs művészeti iskolájuk, soha nem volt. Semmi nem volt. Egyetlen egy felsőfokú intézményük nem volt, középfokú is nagyon kevés, már a lakosság számából kifolyólag is. Hát hogyha azt mondjuk, hogy 680 ezer vannak, és akkor 150 ezer gyerek, 50 ezer öreg, folytathatom, hogy leszalámítva a népet, a fele pincér a tengerparton, a másik fele birkákat ők ez a hegyekben. Kiből lesz itt a társadalom, a polgárság? Köszönöm. Jó, aztán nem tudod reflektálsz rá esetleg? Nehéz. Nézzel, azt mondják, hogy Nyukanov és profit cigarettacsempész nem volt a történelme, de van pénz. Plusz ott a tengerpart, ugye ez egy kicsi ország, 600 ezer emberrel, ha a tengerpart jól megy, akkor el tudják tartani belőle a pásztorokat is. Tehát szerintem fölvásárolták azért a tengerpartot. Igen, de fel. Horvátországban is sokszor magyarok meg. Attól még a horvát turizmus komoly állami bevételt jelent, meg komoly devizabevételt az államra. Tehát szerintem, hogy fizikálisan szerintem mondta, mert milyen ellen élet. Most a problémát értem, azért értem, de és akkor egy komoly válaszat. Nézzük, ha van egy közösség, amely azt mondja magáról, hogy ő a montenegrói nemzet, akkor montenegrói nemzet létezik, nincs jogunk elvitatni ezt tőlük, függetlenül attól, hogy nevetünk azon, hogy mekkora előfeszítésükbe került egyetlen betűcskébe, nyomni az ABC-be, hogy ne pont olyan legyen, mint a többieké. Ez igaz, de ez egy identitás politikai kérdés, és van egy ilyen közösség, amelyik azt mondja, hogy ő montenegrói nemzet, akkor van ilyen. De már akkor az el is tudnak. De sem. Makedóniában tényleg annyi az albán, hogy... Azt megint meglátjuk, hogy hogyan fog alakulni, de most hál' Istennek ez egy nagy eredmény, ugye, hogy először a polgárok sem akarták elismerni, hogy van ilyen nemzet, meg nyelv, nagy nehezen megtették, most a görögök is, már mi ezt ne vitassuk el tőlük. És ugye igazából egy ország működő képesség az nem igazán, sokszor tehetjük ilyen, de nem igazán ezeken a fizikai adottságokkal működik, hanem milyenek az intézményei, mennyire tud bekapcsolódni a nemzetközi kereskedelmi, stb. Vérkeringésbe. Mondta meg volna, szerintem kiváló esélyei vannak, mert ott az a gyönyörű tengerpart. Szerető is van. Író, Petr Petrovics Nyegos. Na, az meg valószínűleg. Igaz, hogy az magától értetődő volt mindenki számára az ő korában, hogy ő a szerb irodalom része. De most szerintem teljesen legitim módon tekintheti magának mind a két. Mind a szerb, mind a montenegrói irodalom. Szerintem ugyanúgy szerintem Koszovó-Macedónia esetében is szerintem semmi olyan úgymond objektív tényező nincs, ami az életképes, vagy már funkcióképes állami működésüket kizárná. Van esetleg még egy rövid megjegyzést ehhez. Ugye a dolgnak azért két vonatkozása van. Az egyik itt a kérdés végén azt hangzik el, hogy ki lesz ott polgár. És ebben ugye benne van az, hogy ki lesz az a szituán, aki méltóság teljen, és mondjuk egy kicsit is a nyugati mintákra emlékeztető módon tud majd élni, mert visszadobhatnám a kérdést, hogy Magyarországon majdnem 10 millióan vagyunk, és tehát így sem olyan egyszerű ezt a polgári réteget megteremteni. És azért a Montenegrónál vannak merészebb projektek is, hát ha arra gondolok, hogy Dél-Oszétia szintén szuverén állam, 90 ezer emberrel, Abházia szintén szuverén állam, kevesebb mint 200 ezer emberrel, tehát merész projektekben az elmúlt évek azért, hogy is mondjam, dúskának, nem tudjuk, hogy mi lesz. És osztom azt a véleményt, fenntartva azt, hogy hát egy igazi polgári társadalom megszeremtése az nem egyszerű feladat, de az nem csupán létszám kérdése,
hanem nyilván eltökéltségé, azt, hogy szolidaritásé, hogy együttes akaratként létezik. Nyilván ott, ahol multietnikus a közösség, ott nyilván olyan érzékenységet kell kifejleszteni, hogy annak a 25-30%-os albánságnak is az az érzete legyen, hogy ez a hazája. De mondok egy másik példát, Kazaksztán, amikor a Szovjetunió felbomlott, úgy bomlott fel, hogy több orosz élt Kazaksztánban, mint kazak. Ha már nem ez a helyzet. És mégis például ők a nulla megoldás, tehát az állampolgárság odaadásánál nem a balti államoknak, Észtországnak és Lettországnak a mintáját követték, nem azt mondták, hogy mindenkit automatikusan megillet az új állam állampolgársága, nemre, fajra, felekezeti jogatartozásra függetlenül, akik a felbomlás pillanatában itt élnek, holott többen voltak az oroszok. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sokféle dolog van, én is azt gondolom, hogy ha tudnak békében és szolidaritásban, nagy erőfeszítéssel dolgozni, akkor mégiscsak megtörténhet ez a dolog, hogy létrejön ez a politikai közösség nemzetként. Utolsó kérdések. Valaki? Én csak meg akarom védeni azért a jugoszláv kultúrt, valamiket csak író látszom, mert azért a szocialista Jugoszláviában minden volt a köztársaságban, létrehoztak egy egyetemet, sőt még Pristinában is létrehoztak egyetemet, tehát van Podgorica, akkor egy Titógrádi Egyetem, Szkopjai Egyetem, nyilvánvalóan aztán lett Macedon Tudományos Akadémia, amiről nem is gondolottak vele, tehát egy bizonyos értelmiségük akkor is kineveltek, hogy most van egy színész, az mindenütt van színészből, több is van. Ezek a drága lelkes bölcsészkarok nagyon jók arra, hogy tovább fejleszték a nemzeti öntudatot. Meg kicsit hadd vengem meg a montenegróiak öntudatást is. Tehát tulajdonképpen Montenegro korától, a 17.-18. századtól ezzel lehet vitatkozni, független államként szerepelt, és a Petrovics, Nyegos és a többi uralkodó, püspök uralkodó, sokáig aztán 905-től királyok, király is kicsit azt hitték, hogy lehet rivalizálni. Tehát Moszkvába elment mind a szerb, elment mind a montenegrói uralkodó, és gondolkodtak, hogy hát ha a ő dinasztiájuk hajtja majd végre a valamiféle délszláv vagy szerb egyesítés, nem volt szerencséje, mert ugyan kifejezték az első világháború kezdete után szolidaritásukat a szerbeknek, de más dolga nem maradt a montenegrói uralkodónak is, mint sem, hogy elrohanjon Párizsba, és addig ücsörgött Párizsba, hogy végül is megtörtént a Montenegro és Szerbia felszabadítás, és addig ücsörgött ott, míg a drága Podgoricai nemzetgyűlés megszavazta az ő detronizálását. Állítólag körbevették szerb csapatok a Skupština épületét, ez mind azért hozzá segítette a választás, és akkor onnantól kezdve 1918-ban a montenegrói kérdés lekerült a nemzetközi porondról. És aztán utána 90-ben, vagy 90-ben szemben találkoztak az új helyzettel, és aztán végül 2006-ban úgy vélték, hogy jobb lesz, ha függetlenek lesznek. Köszönjük szépen! Köszönjük a figyelmet, köszönöm a beszélgető partnereknek.